történet vége az ilyen jó éjszakát gyerekek forma, miszerint... Ezt még most nem teheted meg a gyakorló küldetésben. Gyakorló küldetés teljesítve. Gratulálunk! Tovább! Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Az északi, avagy skandináv mitológiát feldolgozó sorozat első részében nem fogunk nagyon belemenni abba, hogy mi és hogyan történt. Ennek a résznek a célja az, hogy mindenki megértse adott mítoszok fennmaradásának és más mítoszok eltűnésének okát. Nagyon fontos, hogy Észak-Európa kereszténység előtti mítoszai a görögök vagy a rómaiakhoz képest kevésbé maradtak fenn. Ennek az oka nem más, mint hogy az előbb említett civilizációkkal szemben az észak-európai népeknek egészen a kora középkorig és a kereszténységre történő térítésükig nem volt írott kultúrájuk. Az emberek tisztában voltak azzal, hogy az istenek kicsodák, mik a tulajdonságaik, illetve hogyan befolyásolják az emberek világát, de abszolút semmi szükség nem volt arra, hogy ezeket bárki papírra vesse. Hiszen minek? Ekkoriban az észak-európai népek nagy részt törzsekben, illetve fejedelemségekben éltek. Nekik nem volt egységes hitet megkövetelő, központosított, mondjuk úgy, vallási rendszerük. A skandináv vallásoknak nem volt rendszerezett teológiájuk, hanem a rituális áldozatbemutatás köré szerveződtek. Észak-Európában külön papi rendjük csak a keltáknak volt. Ezek a kelta papok voltak a druidák, zárójel bezárva. De aztán elkezdődött a skandináv istenek hanyatlása. Akkor vetették papírra a történeteket, amikor a kereszténység már szabályosan semmivé tette Odint és a többi hatalmas istent. Az elbeszélések egy része azért maradt ránk, mert felmerült a gondolat, hogy itt van ez az új vallás. Ez teljesen király meg minden, de nem lehetséges az, hogy esetleg teljesen véletlenül a régi hitvilág feledésbe vész. De lehetséges. Viszont volt egy kis gond. Az új hit terjesztése iránti buzgalmában a keresztény egyház nem támogatta az ősi mítoszok és szokások papírra vetését. Ezek ekkor már hitetlen, eretnek történetek voltak. Szerencsétlenség, de ez is hozzájárult ahhoz, hogy a skandináv mitológia eseményeinek jelentős része örökre elveszett. De nem mindegyik. A második probléma az volt, hogy a mítoszok eretnekség gyanúját kelthették, tehát improvizálni kellett. Eképpen történt az, hogy bizonyos skandináv történetek már-már keresztényesítve maradtak fenn. Mit jelent ez? Ezeknek volt egy eredeti jelentésük. Egy eredeti, nem szeretem ezt a szót használni, de nevezzük pogány jelentésük. Ha egy hitetlen históriát le akart írni egy keresztény író, akkor azt aképpen kellett megtennie, hogy az egyház elfogadja. Tehát mi történik? A skandináv mitológia adott részét keresztényesítik. Példának okáért, a világ teremtésének kezdetén lesz egy katasztrófa, amiről természetesen beszélni fogunk, de az a lényeg, hogy ez a katasztrófa egy özönvíz. Ezt az özönvizet kettő óriás túlélte, akik akármilyen hihetetlen egy csónakon menekültek meg. Ez gyakorlatilag egy az egyben Noé és az ő bárkájának története, ami érzékelteti velünk a kevésbé eretnek ábrázolás módját. Félreértés ne essék, ez nem jelenti azt, hogy ez a verzió rossz. Csupán annyit kell megérteni, hogy ezek már nem az eredeti pogány mondanivalóval rendelkező mítoszok.
A skandináv mitológiával kapcsolatban kettő nagyon fontos forrásunk van. Az egyik az Edda énekek, a másik a prózai Edda, egy bizonyos Snorri Sturluson műve. Snorri Sturluson úgy szintén keresztény író volt, tehát ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Egy olyan nép mítoszai ezek, amely az isteneiben nem feltétlenül bízik, még csak nem is kedveli, de tiszteli és féli azokat. Ezek a legendák a mai napig hatalmas vonzerővel bírnak. Számtalan képzőművészeti, zenei és irodalmi alkotást ihlettek. Arthur királytól kezdve egészen a Tolkien által megálmodott gyűrűk uráig. Ebben a sorozatban ezeket a mítoszokat fogjuk megismerni. Én személy szerint nagyon kedvelem a fantasy műfajt. Tehát ha egy olyan eseményhez érünk, ami nagyban befolyásolta például Tolkien gyűrűk ura, Andrei Sapkowski vaják, vagy esetleg George R. R. Martin tűz és jég világát, akkor azokat meg fogom említeni. Jó, tehát ezekre lehet számítani, innen fogjuk folytatni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!